Tehát nagyon fontos az egység, értitek? A házas pár között. Mert hidd el, hogyha egység van közöttetek, akkor az áldás még jobban ki tud áradni az egész családotokra. Mind fölfele, a származási családodban, mind azt, amit te alapítasz. Ez a nő, nézzétek meg, ki van teljesedve. Nem csak az, hogy üzleti életbe ott tud menni, nem csak az, hogy a házi munkát megcsinálja, biztos, hogy voltak segítői, tehát nem egyedül tette. És nézd, van arra ideje, hogy színes szőtteseket is készítsen, hogy megélje a nőiességét. Marad egy kis ideje arra, hogy ő nő maradjon. Ez is nagyon fontos. És gondolj bele, amikor mindezért nagyon fáradt, és még néha még este se alszik ki a mécs, és még este ég a világítás, hogy még ezt vagy azt megcsinálja, akkor miért éri meg neki? Meg kijön az egyik gyereke, és konyha, te még ébren vagy? Igen. Nagyon szeretlek, adok egy puszit. Köszi, hogy ennyi mindent csinálsz. Ó, hát nem éri meg? Vagy oda megy a férje, és azt mondja, drágám, annyi mindent csináltál. Most ne csinálj semmit, most elmegyünk valahova. Annyi mindent végzel. Tényleg sok nő csinál sok mindent, de te felülmúlod az összeset. Hát megérdemled. Ezekért hidd el, megéri. De ez fontos, hogy a férjének legyen ennyi érzelmi intelligenciája. Fejezze ki ennyire a szeretetét. Ez a biblikus családmodell. A férfi a helyén van, és férfi. A nő a helyén van, és nő. És a ketten együtt egy olyan szövetségben vannak Isten előtt, hogy ilyen áldás az egész családnak. Nem egymás ellen harcolnak, nem kiteljesítik egymást, érted? Van idejük egymásra, pedig mind a kettő más helyen dolgozik, érted? Nem home office-ott az a férfi. Home office-ba otthon volt, érted, végig. Nem ez volt.